Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható május hónapban a szűz jegyében születetteknél? Először megnézzük a csillagok állását az indiai asztrológia szerint. Ha nem tudod azt, hogy melyik csillagjegyben születtél a védikus asztrológia szerint, a felvétel alatt találsz egy tabellát, ahol utána nézhetsz. Május hónapban nincs bolygó a szűz jegyénél. Május elején Merkur bolygó még a bika jegyében van, és ez jó hatással van a szűz jegyére, hiszen a bika jegye a Föld eleméhez tartozik, és a szűz jegye szintén a Föld eleméhez tartozik. Itt megvan az egyhang, ez utal egy jó hírre, előnyös szerződésekre, jó beszélgetésekre. A Merkur bolygó elhagyta a bika jegyét, és áttér az ikrek jegyébe, akkor az lehet egy rossz hír, egy előnytelen szerződés, hogy mikor, hogyan változnak a dolgok, ezt mindig elmondom a napi horoszkópban, tehát így figyelheted azt, hogy mi a mozgás, hogy változnak a dolgok. Neptun bolygó, Jupiter bolygó és Vénusz bolygó a halak jegyében van, és az szemben áll a szűz jegyével, tehát itt tükröződik valami. Azon kívül ez olyan, mint a mérleg, itt mérlegelni kell a dolgokat, ne túl sokat, ne túl keveset, tehát ne csak várni, amíg másoktól jön egy hír, hanem keresd a kapcsolatokat, itt akkor lehet tisztázni valamit, bele lehet nézni ebbe a tükörbe, hiszen, mint mondtam, itt tükröződik valami. Itt Neptun bolygó hat, az jelenti az álmaidat, az elképzeléseidet, vagy egy kreatív tevékenységet. Jupiter bolygó a szerencsét hozhat, itt vannak lehetőségek, ezt észre kell venni. Azon kívül Jupiter bolygó utalhat egy bírósági ügyre is, tehát oda kell figyelni ezekre a dolgokra. Azon kívül Vénusz bolygó szintén hat, az jelentheti a te nőiességedet, egy kreatív tevékenységet, tehát ezt mutasd ki kifele, vagy Vénusz bolygó kihat a párkapcsolatra, hiszen a szerelem bolygója. Mars bolygó és Szaturnusz bolygó az a vízöntő jegyében van. Itt ne várakozz, amíg ez a férfi jelentkezik, hiszen Mars bolygó szimbolizálja a lelki társadat, egy férfit, de jelentheti az élet erődet is. Tehát légy aktív, és fektesd be oda az erődet, ami jelenleg fontos számodra. Ezek a kapcsolatok, ezek a döntések kihatnak a sors útra, hiszen Szaturnusz bolygó szintén itt mozog a vízöntő jegyében. A vízöntő jegye az a levegő eleméhez tartozik. Ha aktív vagy, és kiépíted ezeket a kapcsolatokat, az segít abban, hogy valamit tudtok rendezni, beszélni, vagy egy ötlet, egy terv így megvalósulhat. És most áttérek erre a kirakásra, de mielőtt elkezdeném mondani azt, hogy mit jelentenek a képek, felhívnám a figyelmedet arra, hogy ez a jóslás megrendelhető nálam, tehát ez a havi jóslás, a díjam 3500 forint. Itt a nap jelenti az igazságot. Itt kiderül az igazság, különösen, ami a munkát illeti, vagy hivatalos dolgokat illet. A nap az jelenti a
kisugárzásodat, a sikereket, vagy egy energiai munkát, itt van a tudás, a tehetség, vagy a tanulás. Itt lesznek változások, ami a munkát illeti, ami az anyagiakat illeti, hiszen a halak szimbolizálják a pénzügyi dolgokat. Ez a torony jelentheti azt, hogy te itt most kiépítesz valamit, és éled a hivatásodat. De a torony jelenthet hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet is. És a horgony vagy a munkát a hivatás, vagy azt, hogy itt le tudsz horgonyozni, hiszen rendezni fogod ezeket a dolgokat, és a halak, a pénzügyi dolgok jelentik azt, hogy itt rendeződik valami. Ha egy hölgy vagy, akkor megjelensz itt a kártya kivetésnél, és fölötted nincsenek kártyák. Az jelenteni a te gondolataidat. És az azt közli veled, hogy vagy nem engeded meg azt, hogy valaki bepillantson a gondolataidba, és titokzatos vagy, de jelentheti azt is, ha tervezel itt valamit, változásokat, a munkát illetően és a tanulást illetően, akkor ne beszélj ezekről a dolgokról, hiszen a közeledben megjelenik ez a kígyó, aki kíváncsi arra, hogy milyen döntéseket fogsz hozni, amit az utak jelentenek, kopogtat az ajtódon, jön egy virágcsokorral, tehát kedves vagy megajándékoz téged, de irigy rád, és nagyon kíváncsi. És ha nyitottan beszélsz a terveidről, akkor ez a nő számodra nehézséget fog okozni. Légy kicsit óvatos. Persze az utak, amik utalnak döntésekre, jelentheti azt is, hogy mellék utakon éred el a céljaidat, és itt kinyílik számodra egy új ajtó, egy új lehetőség, és a virágcsokor jelent egy kellemes meglepetést, vagy egy ajándékot, vagy a te szépségedet, vagy egy kreatív tevékenységet. Itt előtted megjelenik ez a hegy. Ez szimbolizálhatja a problémákat, a nehézségeket, de jelenti a téli hónapot is. Tehát azt is közölhetik a kártyák, hogy a tél folyamán voltak nehézségek, de ez most elmúlik, mert itt a közelben megjelennek az egerek. És a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Tehát az egerek eltávolítanak bizonyos kártyákat. Az egerek egy vonalba vannak a heggyel és a felhővel. Tehát az egerek eltávolítják a problémákat, vagy azokat az emlékeket, ami nehézségeket, szomorúságot vált ki belőled, de ez a téli hónapokban volt, és az egerek eltávolítják a felhőt, ami eddig átláthatatlan volt számodra, vagy számotokra, és itt a napsugár azt jelenti, itt kisüt a nap, kitisztul valami, és a gólyák jelentik már itt a változásokat. Ha te egy férfi vagy, akkor itt jelensz meg a képen. Vagy ez a férfi lehet a te lelki társad is. A fölötte lévő kártyák utalnak az ő gondolataira. Itt vannak az utak, ami a döntéseket jelenti. Tehát elgondolkozik azon, hogyan tovább, hamarosan komoly döntéseket fog hozni. Egyik oldalon megjelensz te, a másik oldalon ez a kígyó, és ez a kígyó lehet egy hölgy, valaki a múltból, hiszen ő már hátat fordít ennek a nőnek,
és feléd figyel, a te irányodba tekint. Itt az egerek azt jelentik ebben a kapcsolatban, hogy ő fél attól, hogy elveszít téged. Ő biztos abban, hogy kettőtök között megvan ez a sors kapcsolat, a sors utatok kereszteződött, itt is lesznek döntések, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, melyik irányba. Ha egy hölgy vagy, itt összefüggésben állsz, te is ezzel a kártyával, ő is, hiszen ebbe az irányba tekint, és itt van a remény, esetleg egy utazás tervezése, vagy külföldi kapcsolatok, és a csillagképek szerencsét hoznak. Azt is jelentik a csillagok, hogy így van megírva a csillagokban, tehát ez a találkozás nem véletlen. Vagy utal az időpontra, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, úgy, ahogy a csillagokban ez meg van írva. És itt van a remény, a mozgás, itt is látható, hogy előre mennek az események. De visszatérve még az ő gondolataira, ez a kígyó lehet ugyan egy nő, mivel itt megjelenik a szülői ház is, az lehet az anyukája, de ez a kép jelenti a gyógyító erőt, a megújulásokat, vagy azt is, hogy ő választ egy utat, és mellék utakon közeledik hozzád. De légy biztos, hogy kopogtat az ajtódon, kinyílik ez a kapu, itt megvannak a lehetőségek, és a virágcsokor jelenthet egy kellemes meglepetést. Itt ez a fa. Ugyanúgy, mint a horgony, az jelenti a te elképzelésedet, vagy az övét, vagy mindkettőtökét, hogy szeretnétek odaérkezni, amit terveztek, ahol le tudtok horgonyozni, le tudtok gyökerezni, tehát kell a biztonság érzete. Ez a fa nem csak ezt a stabil kapcsolatot jelenti, hanem itt van gyógyító erő, vagy jelenti az egészségügyi témákat. Itt lesz mozgás, szerencse, itt van az életerő, tehát ha valaki beteg volt a környezetedben, itt megvan a gyógyító erő. Az is lehet, hogy ez az ő hivatása, és dolgozik, mint egy orvos, vagy érdekli ez a téma, az egészség, a gyógyító hatás. Itt megvan az életerő, a szerencse, a mozgás, és ez a park jelenti a természetet, kiruccanást, vagy azt, hogy itt meg lesz az elismerés, a szerencse. Nem csak, ami az elismeréseket illeti, hanem itt megjelenik a szív, tehát szerencse a szerelmi életet illetően, különösen úgy május végén van, itt kapcsolat, lesznek beszélgetések, lesz egy jó hír. Ami a múltat illeti, itt ez a ravasz róka, tényleg ravasz, ez utalhat hazugságokra, hamis személyekre, de itt a koporsó lezárja ezeket a témákat, a sarló segít ebben, hiszen elvágja ezt a ravasz rókát, eltávolítja ezt a helyzetet, ezeket az emlékeket, vagy ezeket a hamis személyeket. Ami az otthont illeti, vagy a rokonokat, ismerősöket, szomszédokat, itt még valami átláthatatlan, ez lehet egy szerződés is, ezzel a házzal kapcsolatban egy ingatlan vétele, de itt május végéig akkor rendeződnek a dolgok, hiszen az egerek segítenek ezt a felhőt eltávolítani, és május végén itt van ez a szerződés. A hamisságok elmúlnak, hiszen a kasza ezt eltávolítja.
A hold jelentheti az anyukát, az anyai érzelmeket, itt a gyermek a hold mellett egy kisbaba születését, és itt ez a virág jelenti azt, hogy régi dolgok, hamisságok lezárulnak, vagy fájdalmas emlékek, és itt megjelenik a tisztaság. Itt az ostor szintén olyan dolgokat jelent, ami fáj, a múltra vonatkozik. Ezek lehetnek anyai témák, gyermekkori emlékek, de ez a kártya segít abban, hogy itt kitisztuljon valami, rendeződjenek a dolgok. A kapcsolat az javulni fog a szülőkkel, a gyermekekkel, valami a családi helyzettel kapcsolatban. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét május hónapban itt látható. Ha te egy hölgy vagy, te állsz itt a középpontban. Te tanulni fogsz, döntéseket hozol, de ne beszélj a terveidről. Itt a múltban, a téli hónapokban voltak még nehézségek, de itt javul és változik a helyzet. Hamarosan kinyílik számodra ez a kapu, ez a férfi döntéseket hoz, lehet, hogy mellék utakon közeledik hozzád, de kopogtat itt az ajtódon, és a virágcsokor jelenti a te szépségedet, de azt is, hogy lesz itt egy kellemes meglepetés. Második hét, május hónapban itt látható. A munka, a hivatás és az anyagiak fontosak. Itt kiépítesz valamit. Ez a torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy is. Ebben a helyzetben változik valami, és a nap szerencsét hoz, vagy tisztázódik itt valami. Ez a férfi gondol rád, és fél attól, hogy elveszít téged. Nem beszél nyíltan érzelmekről, de úgy mellék utakon közeledik hozzád. Kettőtök között megjelenik itt a kereszt. Ez utalhat a hitre, vallási témákra, de arra is, hogy a sors utatok kereszteződött, vagy döntéseket hoztok, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodtok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt lesz egy új kezdet, és ez a kisfiú jelentheti az ártatlanságot is, és ami volt a múltban, amire a korbács utal, ami megbántott téged vagy őt. Itt látható az ártatlanság, a gyűrű azt jelenti, hogy lesz újra kapcsolat, vagy visszatér hozzád, és itt tisztázódik valami. Harmadik hét, május hónapban itt látható. Megvan a gyógyító erő. Ez a fa jelenti a biztonság érzetét. Itt rendeződik valami. Megvan az élet erő. Itt lesz mozgás. Megvan a remény arra, hogy javuljon valami a helyzet, a családot illetően, vagy a barátságokat, ismerősöket illetően. Ezek lehetnek külföldi kapcsolatok is, vagy egy utazás. Olyan régi témák, ami megbántott benneteket, ami a múltban olyan átláthatatlannak tűnt, hiszen itt volt ez a hamisság, ez elmúlik, mert ez a koporsó ezt lezárja, ez a sarló segít ebben, hiszen elvágja ezeket az emlékeket, ezt a helyzetet, vagy ezeket a kapcsolatokat, és ez a virág jelenti az ártatlanságot, a tisztaságot, itt tisztázódni fog valami. Utolsó hét, május hónapban itt látható. Megvan a nyilvánosság, jelenti az elismeréseket, itt van a szerencse, itt még egyszer megjelenik a szerencse, előre mennek a dolgok, szerencse a szerelmi élet területén, egy fontos hír, ez a levél szintén egy hírre utal, vagy bizonyos szerződésekre, és a múltból még ezek az emlékek, ami fájdalmas, ezek a hamisságok,
elmúlnak, hiszen a sarló elvágja ezt. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!